Kevés a jelnyelvi tolmács hazánkban, és sokszor ütköznek problémákba munkájuk során. Egy kommunikációs szintű jelnyelvtudást tudást akár nyiregyházán is el lehet sajátítani, de ok és tolmács képzést jelenleg még csak a fővárosban indítanak. Vendégünk a stúdióban Demeter Szabó Ildikó, jelnyelvi tolmács, köszöntöm. Üdvözlöm. Beszéljünk először arról, hogy itt a megyében hány e, siket vagy nagyot halló ember él, és vajon hányan tudnak közülük jelelni? Ö, általában egy olyan statisztikával dolgozunk, hogy a népesség körülbelül 10%-a valamilyen hallássérüléssel él. És ez a statisztikai adat egyébként elég stabilan megállja a helyét, és évek óta sajnos nem is nagyon változik, sem föl, sem le. Ö, nyilvánvaló ugyanez a helyzet erre megyére is levetíthető. A Szabolcszatnál Bereg Siketek és Nagyot Országos Szövetségének látóterébe tagként közel 500 fő került látóterünkbe az elmúlt időszak során. Az arány egyébként körülbelül 75 és 25 százalékban bomlik, a nagyot hallók aránya nyilván sokkal magasabb. Tehát ebből ugye egyenesen következik, hogy a, a hallássérültek kb. 25-30 százaléka az, aki a jelnyelvet használja kommunikációs csatornaként. Mennyire fogékonyak erre azok a szülők, akik azzal szembesülnek, hogy a gyermekükkel gond van? Hát ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés, és azt hiszem, hogy egy külön beszélgetés témáját képezhetni önmagában ez az egyetlen kérdés. Nagyon-nagyon különböző egyébként a, a, az elfogadottság és a hozzáállás sajnos alapvetően különböző álláspontot képvisel az érdekvédelmi szervezet, más álláspontot az orvos szakma, és megint csak más álláspontot képvisel a pedagógiai vonal, és amíg ezek, a, ezek az álláspontok nem vagy csak alig-alig találkoznak, addig azért nem túlságosan egyszerű kérdés ez. Ha a jelnyelvi tolmácsot kérdezem erről, akkor azt gondolom borítékolni lehet a választ. Abszolút. <laughs> Abszolút így van. A hallóközeg még mindig elég nehezen fogadja el a jelnyelvi tolmácsolást, illetőleg a jelnyelvet nyelvként annak ellenére, hogy az országgyűlés 2009-ben törvénybe iktatta a magyar jelnyelv nyelvként való használatát. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban még mindig rengeteg olyan ö, területe van az életnek, ahol, ahol napi szinten kell arról meggyőznünk ö, embereket, hogy mi szakemberek vagyunk, képzett szakemberek vagyunk, titoktartási kötelezettséggel, és kommunikációs akadálymentesítést látunk el, hiszen alapjoga minden hallássérültnek, jelnyelvhasználó hallássérültnek a saját nyelv, a jelnyelvhasználata kommunikációhoz. Hogy állnak a megyebeli hivatalok ezen a területen, hiszen úgy tudom, előírás, hogy biztosítani kell ezt a fajta akadálymentesítést? Nagyon jó és nagyon rossz példákat is tudnék mondani, és anélkül, hogy bárkit szándékomban állna megbántani, én neveket nem mondanék. Területeket talán említhetek. Az igazságszolgáltatás területén nyilván a törvényi kötelezettségből is adódóan abszolút használják a jelnyelvi tolmács szolgáltatást, tehát ott nagyon-nagyon ritka eset az, amikor sérül egy hallás, sérült saját nyelvéhez való joga, és nem kap jelnyelvi tolmácsot. Kifejezetten szakképzett jelnyelvi tolmácsot, aki a jelnyelvi tolmácsok országos névjegyzékében szerepel, hiszen ezt nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem segítő családtagokról, nem kommunikációs segítékről, nem barátokról van szó, hanem egy hivatali apparátus van erre fölállítva, szakképzett szakemberekkel, és akik a névsorban megtalálhatóak. Ők azok, akik ezeket a feladatokat elláthatják érdemszerűen. Adódik a kérdés, van-e elegendő szakember? Én azt gondolom, hogy van, bár megint csak föltennék egy másik kérdést, csak így gondolatébresztőnek, mennyire képzettek ezek a szakemberek, és mennyi gyakorlattal rendelkeznek. Ugyanis. Csak úgy mint minden más nyelv esetében. Nagyon-nagyon fontos az, hogy egy gyakorlatlan, vagy egy gyakorlattal tapasztalattal rendelkező jelnyelvi tolmács kap bizonyos feladatokat. És teszem hozzá gyorsan, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy egy frissen végzett jelnyelvi tolmács végzettséget szerzett jelnyelvi tolmács nem képes a feladatok ellátására. Nagyon fontos, hogy nagyon jó színvonalú tolmácsképzést kapnak. Én a siketek és Nagyot Országos Szövetségének. Tudok és merek bátran beszélni. Egy nagyon megbízható alaptudást kap mindenki, aki ezt az OK és 1100 órás képzést elvégzi Budapesten. Ettől függetlenül vannak olyan területek, amihez gyakorlat nélkül, különböző terepgyakorlat, időben eltelt gyakorlat nélkül viszont nem biztos, hogy megbízhatóan hozzá lehet nyúlni. Mondhatjuk, hogy a jelenlegi jelnyelvi tolmács képzés kielégíti az országos igényeket, és itt ugye arra gondolok, hogy szakképzett, hivatásosan használható vagy alkalmazható tolmácsokat csak Budapesten képeznek, kommunikációs szintre pedig vidéken is lehet ez így van. A jelnyelvi tolmácsképzés úgy van fölépítve, hogy meg van feleltetve a nyelvi képzéseknek, tehát egy több lépcsőfokból álló képzésről beszélgetünk. A megyénkben is uh, alap- és középfokú szinten el lehet sajátítani a jelnyelvet. Nagyon fontos, hogy ezek a tanfolyamok tanúsítványt adnak, amik egyébként alapjául szolgálnak a jelnyelvi tolmács képzésnek, tehát ezek hiányában jelnyelvi tolmács képzőt nem tud senki elkezdeni, viszont a tanúsítványok csupán kommunikációs akadálymentesítés biztosítására szolgálnak, semmiképpen nem tolmácsolási helyzet megoldására. Viszont a digitalizáció erre a területre is betört, és ez egy örvendetes tény. Abszolút így van. Óriási nagy öröm számunkra, hiszen negyedik éve működik ö, ö, hatalmas támogatással a Sinosz Kontakt jelnyelvi tolmácsszolgáltatás, ami egy videó alapú tolmácsszolgáltatás, ahol a Sinosz szakképzett szakemberei látják el a tolmácsolási feladatokat a nap 24 órájában, ez azt jelenti, hogy reggel 8 és este 8 között folyamatosan elérhető, este 8 és reggel 8 között, illetőleg hétvégén ügyeleti sürgősségi hívásokra van beállítva ez a szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy a hallássérültek számára a sinosz, tagok számára ingyenesen elérhető egy applikáció segítségével, és folyamatosan biztosított számukra a szolgáltatás, csupán internet szükséges hozzá. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az a nagyot halló vagy siket ember, aki rendelkezik ilyen applikációval, Bemegy mondjuk ügyintézésre, bármelyik hivatalba, ahol esetleg van wifi, vagy ha az nincs, neki van mobil netje az okostelefonján, el tudja érni bármikor ezt a szolgáltatást, és tudja az ügyeit intézni. Így van, pontosan így van, és ez egyébként nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy ahol területileg esetleg kevesebb jelnyelvi tolmács dolgozik, vagy nehezebben elérhetők a jelnyelvi tolmácsok, ezek a bizonyos helyzetek abszolút kezelhetőek, hiszen a kollégák internetes szolgáltatáson keresztül állnak rendelkezésre. Mennyire nyitottak -e a jelnyelvi tolmács képzésre emberek egyáltalán? Kik azok, akik ebbe az irányba elindulnak? Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hiszen mindenkit más motivál. Nagyon sok embert a kíváncsisága hajt egyáltalán, hogy egy új nyelvet, egy, egy vizuális gesztukilációs nyelvet ismerhessen meg. Vannak akik, akik sajnos nem teljesen helytálló módon nyelvvizsgát remélnek ettől a, ettől a végzettségtől, ami sajnos hangsúlyozom nem megoldott és nem lehetséges ma még Tehát A pontokba például. Bizonyos területeken egyébként pluszpontokat egyes szakterületeken kaphatnak a felvételizők, de semmi esetre sem nyelvvizgaszintű képzés jelen pillanatban. A jelnyelvi tolmács képzés egy ok és szakképesítést biztosít mindenki számára, aki ezt a tanfolyamot elvégzi. De mert ezt a köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt ma Én is köszönöm szépen.